Ismét egy legendás játékos edző távozott, gyászol a ceglédi sportvilág. Elhunyt Tulik István, aki kortársai és az utána jövő nemzedék számára egyaránt példakép volt és marad. Tulik István a CVS-e vízilabda szakosztályában kezdte sportpályafutását az 1960-as évek közepén. 1970 és 72 között az OB2-es felnőtt csapatban játszott. Mivel 1973-ban a csapat nem indult el a bajnokságban, sportágat váltott, kézilabdázni kezdett. Tagja volt 1976-ban az NB2-ben bajnokságot nyert közgép-ese csapatának, 16 évet játszott az NB1B-ben, és játékosa volt az 1992-ben NB1-be jutó bajnokcsapatnak. Aktív játékosi pályafutása után másfél évtizedig edzőként, később szakosztályvezetőként segítette a város kézilabda sportját. Tulik István 72 éves volt.